Ma új korszakot kezdünk. Vadia, megnyílik a világ felé. A jövő felé, a piacok felé. A dokumentumot csak alá kell írni, legfőbb vezér. Mit művel? Ez az ember egy csaló! Nem! Ez az áruló meg akart ölni és levágta a szakállamat! Nézzék! Csukják le ezt a viperát! És egy újabb elképesztő fordulat történik. Tamir Mafrádot elvezeti az őrség. Ez az alakotmány! Nem más, mint engedély az olajtársaságoknak és idegen érdekeknek, hogy elpusztítsák Vadiámat! Vadiá megmarad diktatúrának! Ó, csend legyen! Miért vagytok ilyen diktatúra ellenesek? És ha Amerikában diktatúra lenne, a népesség 1%-ánál lehetne az ország egész vagyona. Adócsökkentéssel még gazdagabbá tehetnétek gazdag barátaitokat. Kisegíthetnétek őket, ha veszítenek a szerencsejátékon. A szegényektől megvohatnátok az egészségügyi ellátást és az oktatást. A média szabadnak tűnne, de titokban egyetlen ember irányítaná a családjával. Lehallgathatnátok a telefonokat, kínoszhatnátok külföldi foglyokat, manipulálhatnátok a választást, hazudhatnátok arról, miért háborúztok. A börtönöket megtölthetnétek egy bizonyos fajjal, és senki nem panaszkodna. A média segítségével addig riogathatnátok a népet, míg olyan politikát nem támogatnak, ami a saját érdekük ellen van. Tudom, ezt nehéz elképzelni nektek, amerikaiaknak, de próbáljátok meg. Megmondom nektek, mi a demokrácia. A demokrácia a legrosszabb. Vég nélkül megbeszélni és meghallgatni minden hülye véleményt. És mindenki szavazata számít, mindegy mennyire nyomi, vagy feka, vagy nő az illető. A demokrácia! A demokrácia szörös honajú, és leadhatna 5 kilót. A demokrácia olyan, mint egy kemóparókás törpe. A demokrácia azért csókol meg, mert akar, nem mert az apja a szomszéd szobában a radiátorhoz van láncolva, elektródákkal a melbimbóján. A demokrácia hibás, legkevésbé sem tökéletes, de demokrácia. Szeretlek. És ezért én igazi demokráciáért kiálltok, igazi alakotmányért és igazi választásért Vadiában! Demokrácia, te leszel az egyik feleség. Na jó, az egyetlen. Megszavazzuk. Leborotválom a hónaljamat. Ó, dicsértessék a teremtő. És ne használd azt az organikus dezodort, azzal a kurdokat is elgázosíthatnád.